Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, most már tényleg elkezdődött a visszaszámlálás, hiszen szombaton kezdődik a vizes világbajnokság Budapesten, más kérdés, hogy az úszók majd csak július 23-án ugranak először medencébe, és mi most itt dr. Radás Sándorral leginkább úszásról fogunk beszélgetni, meg hát mindennel, ami az úszás körül zajlik, mert hogy itt elég sok minden történik, aminek közvetlenül ugye nincs köze az, hogy ki hogy tempózik, meg milyen időket úszik, sőt gyakorlatilag tematizálják is a közvéleményt a különböző ügyek, és hát kezdjük is akkor talán azzal, amelyik leginkább a köztudatban szerepel, hosszú katinka levele és az általa indított kezdeményezés, amelyhez csatlakozott ugye 30 kiváló úszó, köztük 15 olimpiai bajnok. Egyrészt kíváncsi lennék a véleményére, hogy mit gondol erről? Kettő, nincs magyar az aláírók között, a csatlakozók között. Ennek van-e jelentősége, miért nincs? Mit gondol erről? Hát egyelőre nincs további csatlakozó. Azt gondolom, hogy... Ez számos gondolatot vett fel ez a, ez a, helyzet. Egyrészt, hogy egy pozitív fejleménynek gondolom annyiban, hogy Katinkának az a célja, hogy aki rááldozza az életét, ráteszi, mondjuk most kezd el úszni 2017 ben hogy mennyit kell teljesíteni ahhoz, hogy a világ tetejére érjen, vagy legalábbis az első ötben legyen, és hogyha ezt nem éri el, akkor mit tud vagy mit nem tud profitálni belőle. Tehát azt gondolom, hogy a mi időnkkel már nem lehet összehasonlítani a mai időket. Ö, ő azt szeretné, hogyha az úszás úgy általában a profizmus szintjére emelkedne, és aki teljesít, és aki világszínvonalon van, az keresen sok pénzt. Én magam részéről egyébként ezzel egyetértek. Én azt gondolom, hogy ez az ő esetében eddig is így volt, sőt most éppen azt akarják elérni, vagy ő úgy érzi, nem, hogy ő kevesebb pénzt fog keresni, ha ezek a szabályváltoztatások életbe lépnek. Bandosan nem ö, látom a, a, az indítékot, és, és hogy mi lesz ennek a vége, mert nyilván megvan erre a forgatókönyve, és hogy miért pont most időzítette, de. Személy hát Szerintem de, a VB előtt az a, elég komoly figyelem van. Azért komplikált egy kicsit a kérdés, mert jellemzően a FINA rendezi a világversenyeket, a FINA pénzeli, másrészt a világkupákat is a FINA hívja meg arra a versenyzőket, és ő osztja szét a, a pénzt. Tehát, hogy ugye egyrésztről. Mm, bocsánat, pongolálni. hogy beleszólok, de Katinka azt írta az első levelében, mármint a finához írott első levelében, vagy a nyílt levélben, hogy ez így van egészen addig, amíg elmennek rá a kiváló úszók, de a kiváló úszók nem vesznek részt ezeken a világkupán, akkor rendezhet bármilyen versenyt a fina, akkor nem lesz néző, nem lesz televíziós közvetítés, nem lesz sponsor se. Hát el fognak menni rá, mondjuk eddig sem mentek el az amerikaiak, mert ugye ott tiltja a, a, a szabály, hogy egyetemi sportoló vagy amatőr sportoló pénzdias versenyen ott inkább mondjuk szponzorok, egyebek támogatják, de mondjuk jellemző azért, hogy amerikai sportoló nem csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, azért ott is van néhány kiváló. Hát, hát talán éppen ezért nem, amit most említett, mert ők nem, nem érintettek. Eddig se kaptak ebből pénzt, ezután se fognak. Nem, nem tudom, hogy ezt az egészet hogyan fogja tudni kezelni. Én azt gondolom, hogy Valószínűleg a FINA össze fog hívni egy közgyűlést, és ezt a kérdést meg tárgyalni majd a VB után, és fog születni egy döntés. Csak addigra, már tészt, addigra olyan, lesz. Milyen gondolataim vannak, hogy mi van abban a nem vált esetben, hogyha mondjuk Katinkát nem fogják meghívni világkupára, vagy, vagy, egy világbajnokságon nem engedik elindulni, mert akár ez is lehet belőle. Tehát bármi. Tehát Elmennének önök, idáig. Hát akár. Tehát, és a mi a másik 30 al akik aláírták a levelet? Azokat azokkal is? Azokkal valószínűleg ugyanezt történhet. És mit gondolom, miért nincs magyar? Mert a korábbi, ugye amikor hosszú a magyar viszonyok ellen ágált, akkor azért csatlakozott Gyurtadani, csatlakoztak elég sokan neves úszóink közül, most senki. Egyelőre. Azért, egy szuverén döntés, tehát véletlen azért, mert vagy nem akarnak konfrontálódni a regnáló rendszerrel, vagy mert nem értenek vele Na, Önnek vannak ilyen információi, hogy melyik az igaz ezek közül? Semmilyen információm nincs, senkivel nem beszéltem ez ügyben, hiszen friss a hír, és azt gondolom, hogy azok, akik most felkészülnek a VB-re, akik lehetséges, potenciális eh, tagjai lehetnek ennek a kezdeményezésnek, azok nem akarnak ezzel foglalkozni. Igen, ezt akartam Tók mondani, nyilván azzal vannak elfoglalva, nem, hogy hogy fognak úszni. Hát igen, két hét múlva, három nap múlva kezdődik Így van. a világbajnokság. Úgyhogy eh, ez, ez érdekes. Másrészt pedig azt gondolom, hogy egy világkupán, amit a fina rendez, ott ö, saját joga lehetősége, hogy megválassza, hogy kiket hív meg arra a versenyre. Ez igaz, de, de mint, mint a, a fizetik, meghívottnak is joga nem elmenni. Igen, de, És hogyha de, a nagy de, sztárok nem mennek el, akkor, akkor, akkor ki fog ezért fizetni? Tehát Hosszú Katinka így gondolkodik, ez az ő érrendszere, hogy ők tartják el kvázi ezeket, mint sztárok a világkupákat, tehát kérdezzék meg őket, hogy mi történik? Hát azt nem, azt nem tudjuk, hogy el fognak-e menni, vagy sem, de szerintem el fognak menni. A forgatókönyvet nem ismerem, tehát nem tudom pontosan mi ezzel a, a célja a Katinkának, azt sem tudom, hogy ki az, aki ekkora pénzt rá tud majd áldozni, azért itt 10-100 millió forintokról van szó átszámítva. Most létrehoztak egy szakszervezetet is, hogy a profi úszók szakszervezetét. Hát igen, tehát igen, igen. Na jó, csak az a kérdés, hogy ez a gyakorlatban mit fog lesz -e ennek tevékenysége ennek a szakszervezetnek, mert a lakó van értelme, hogyha ez tényleg működik is. No. Valószínűleg ez ilyen kiforró állapotban van, nem? Hogy még ők sem tudják szerintem pontosan, mindenkit meglepetésként ért. Tehát azért azt tudomásul kell venni, hogy a Magyar Úszó Szövetség is, és a minden egyes ország nemzeti szövetsége az a fina tagja. Tehát mi is a finától kaptuk meg a rendezésület, kattam, kérdezi, a világbajnokságot, most a, akkor árval szemben azért Igen, már, az ne ússzunk. Igen, ön ugye a tagja van. is az elnökségnek az úszószövetségben. Van egyáltalán álláspontja, hivatalos álláspontja a Magyar Úszószövetségnek ez ügyben? Az hivatalos álláspont úgy tudom az, hogy a megkereste a, a, az elnök úr a, a finát, hogy ebben az ügyben szívesen felülvizsgálni korábbi állásfoglalását, vagyis hogy nem csak négy számban lehessen elindulni, hanem több számban. Mert az egész ugye erről szól. De, igen, de úgy tudom, hogy ezt elutasította egyébként a, a finat. tehát ezt nem tárgyalja. Úgyhogy de, a bocsánat, erről után... Egy, erről van valami hivatalos levelezés, vagy ez egy ilyen magánbeszélgetés de, volt? Vagy... Ez nagyjából megtörtént. Uh -huh. És hát nyilván a vb után lesz a meg folytatása, attól is függ, hogy milyen lesz a szereplés. Hát meg, meg tisztújítás lesz a Nemzetközi Szövetségben, nem? Tisztújítás is lesz. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy, hogy a, a, a 100 ezer összeget, azt felemelték 150 ezer, tehát azért egy egy, 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 sokkal komolyabb összeget kap ezután a versenyző, állják az úti költséget, tehát szerintem ezek olyan mm -hmm. könnyítések, lehetőségek. Másrésztről meg azt gondolom, hogy aki szervez egy világkupát és fizet érte a versenyzőnek, akkor az szabhassa meg a, a feltételeket különböző körülményekre való hivatkozással, mert ez is egyébként egy értékelendő és elgondolkodtató helyzet. Ez hogy igaz, azt ez mondja a Fina, hogy azért ö, csak négy számban, hogy mások is kapjanak lehetőséget, Miért? hogy ne csak a hosszú inkább nézzük. Valami, valami oka nyilván volt a Nemzetközi Szövetségnek, hogy meghozta ezt a döntést. Ez egyértelmű. És nem csak az volt az ok, hogy kitoljon hosszú Katinkával. Ez biztos. Bár ő így érzi. Valószínűleg ez csak egy átmeneti állapot. Ez változni fog. Szerintem függ attól, hogy a Katinka hogy fog szerepelni most a világbajnokságon. Ha jól szerepel, és bár pedig mi nagyon szeretnénk, hogy jól szerepelje, minél jobban, akkor erősödni fog a pozíciója, és akkor ennek lesz szerintem komoly folytatása. Ha mondjuk nem tudja megismételni a viói szereplését, három arany Egyezüst, akkor esetleg valamelyes gyengülhet, és akkor megint más lesz a helyzet. <hül> Igen. De a forgatókönyvet szerintem ma, most senki nem tudja. Valóban. És ön szerint akkor egy picit ússzunk is? Igen. Uh... Egyrészt hosszú Katinka hozza-e a Rioi formát, akkor ez most már itt kérdés, másrészt a többiek hozzák-e azt, amit itt a közvélemény, a média, mindenki elvár. Lesz-e magyar tarolás ezen a végén? Én azt gondolom, hogy, hogy a, a ne legyen igazam, de jelen pillanatban azt érzem, hogy maga a versenyprogram, ahogy fel vannak építve a egyes napokon úszott számok, most Katinkáról beszélünk, azok nem kedveznek túlzottan neki, és... Nem is látjuk azt, hogy én legalábbis, most egyes szám szemébe, hogy mondjuk a, a tavalyi kimagasló formáját hozná olyan értelemben, hogy a, a tavalyi listát vezette folyamatosan ezekben a számokban, azért most felerősödött jelentősen a, a konkurencia, a, a számok sem olyan szerencsésen vannak összeállítva, tehát én magam részéről egy vagy két aranyra számítok, és Katinka részéről, és esetleg még egy éremre, valamilyen színű éremre. Tehát uh -huh. két arany, egy érem. Hát azért az ne, azt nem nevezném csalódásnak, így láthatom, hát sem és éppen nem, éppen sem de azt gondolom, de... hogy azt sokan aláírnák, talán még Katinka is előre, bár azt nem tudom, mert ő elég maximalista. És az esélyeiratolgatás kapcsán azért mondjam el, hogy itt kendelesének a neve az szerintem egy komoly erő, tehát én meglepetésre számítok részéről 200-on. Ugye Milák most rendkívül jó szerepelt Netanya ifi európa száz pillangon sem tartanám kizártnak a dobogos helyezését, nagy meglepetés lenne, de én várom őt, és meg azt a Dávidot is meg kell említeni, aki minden idők harmadik legjobb eredményét úszta 400 méter vegyes úszásban, 407 körüli idő, tehát ezt világon csak ketten tudták túlszárnyalni, tehát azt gondolom, hogy ő is dobogós helyezésre vár. Hát Gyurta Daniról nem tudok nyilatkozni, tehát számomra ő most kicsit nehezebb lenne datolgatni, és hát Kapás Bogi pedig reméljük, hogy hozza a szokásos formáját, és minimum dobogóra várnám. Hát köszönöm szépen, hogy, hogy itt volt. Igen, sok mindenről beszélgethettünk volna még. Én azt gondolom, hogy így is próbáltuk azért összefoglalni mindazt, ami érdekes, és hát lesz módunk még a közeljövőben is. Jön a VB, és akkor emeljük, hogy tényleg majd az érmeket számoljuk, és nem az ügyeket. Köszönöm.